Az Európai Diáksport Napja alkalmából a Magyar Diáksport Szövetség szeptember 28-án Budapesten elismerésben és díjazásban részesítette azokat az iskolákat és települési önkormányzatokat, továbbá azokat az intézményfenntartókat és megyei diáksport szervezeteket, akik a legtöbbet tették és teszik a diáksport és a diáksportnak népszerűsítéséért és hagyományainak ápolásáért. Az iskola kategóriában az első helyezett intézménynek járó díjat a Bágyokszobáti József Attila Általános Iskola igazgatója Németh Marica Bernadett vehette át dr. Navracsics Tibortól, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosától. A települési önkormányzat kategóriában az első díjat pedig Bágyokszobát község polgármesterének Horváth Lászlónak, Varga Judit, Európai Uniós kapcsolatokért felelős államtitkár adta át. A Diáksport napjának szervezésében nyújtott teljesítményért, elismerve ezzel az önkormányzat Diáksportot, Diáksportnapot támogató és népszeresítő közreműködését. A Magyar Diáksport Szövetség jutalmazta azokat az iskolákat, illetve települési önkormányzatokat, sőt fenntartókat is, akik a diáksportért, a tömegsportért, a Diáksportnak megszervezéséért a legtöbbet teszik. És hát azt gondolom, hogy ez egy hatalmas elismerés volt, hogy ezen az ünnepségen, ami szeptember 28-án volt Budapesten, Bágyokszobáti József Attila Általános Iskola országosan az első díjat vehette át, illetve a település polgármestere, mint a diáksportot támogató önkormányzat szintén első díjat kapott. Úgy tudom, ez egy pénzjutalommal is járt mind a két esetben. Igen, egy vásárlási utalványt kaptunk iskolaként 110 000 forintért, az önkormányzat pedig 250 000 forintos díjazásban részesült. Egy nagyon kedves ünnepség keretében jó volt ott lenni, gyerekek voltak a közeli iskolából, akik elindultak ezen a 2018 méteres futáson. A rendezvény fővédnöke Schmidt Pál volt, a díjat Navracsics Tibor, az Európai Bizottság biztosa adta át, illetve az önkormányzatoknak a jutalmazás pedig Varga Judit, az Európai Kapcsolatokért felelős államtitkár asszony. Hogyan sikerült ezt az elismerést elérni? Mit tettek ezért? Hát azt gondolom, hogy ez, mint minden elismerés, azért egy komoly, minden elismerés mögött nagyon komoly munka van, és ez a tantestületnek a munkája. Az összefogás, az együttmunkálkodás, és nagyon nagy öröm az, hogy így gondolkodnak a kollégáim, így tudunk együtt gondolkodni arról, hogy mennyire fontos a gyerekeknek a játék, a sport, hiszen ez a rendezvény tulajdonképpen erről szól. Ahogy Schmidt Pál fogalmazott, hogy mens sana in corpore sano, épp testben, épp lélek. Mennyire fontos ez, hogy ezt már gyerekkorban megismertessük, illetve ezt a gondolatmenetet vigyük végig, és minél többet játszunk és sportoljanak a gyerekek, hiszen a sport szeretete a kitartásra, a győzelemre és nem a legyőzésre, a vereség elviselésére, kitartásra tanítja a gyerekeket. A tömegsport, tehát ilyen szinten bent van a Bágyokszobáti Általános Iskola mindennapjaiba? Tehát ilyen fokú testnevelés, illetve egyéb rendezvények keretében oktatják a gyerekeket, illetve készítik fel arra, hogy a sport az egy jó dolog, legyen az élet része? Egyrészt hát van a mindennapos testnevelés. Azon belül megpróbálunk elég széles palettát mutatni a gyerekeknek. Ezen belül van a néptáncoktatás, ami szintén a tartásra, a kitartásra, az öntudatra tanítja a gyerekeket. Van birkózó szakkörünk, ezek már egy pályázat keretében belül valósulnak meg. Megpróbálunk minél szélesebb rétegét felölelni annak, hogy minél sokszínűbb programot tudjunk biztosítani, hogy a gyerekeknek változatos programokat tudjunk mutatni. Mire használják fel ezt az összeget, illetve már beszéltek a polgármester úrral, kapott összeg mire fog fordítódni a jövőben? Hát részben meghatározza az áruházak kínálata, hát természetesen sportszereket vásárolunk belőle, majd ezt megbeszéljük a testnevelő kollégákkal, hogy mire van
leginkább szükségük. Gondolom focilabdára, mezre, labdákra. A tömegsport támogatása továbbra is ilyen szintű lesz Bágyugszobáton? Hát szerintem ez a nap, ez azt bizonyította, hogy igen, és én úgy érzem, hogy ez egy újabb lendületet adott. Amikor a gyerekek megtudták, hogy tényleg országosan elsők lettünk, úgy önkéntelenül kitört a taps, és jó volt ott lenni, és jó volt Budapesten azt hallani, hogy egy kisiskolaként Bágyugszobát József Attila általános iskolából jöttünk, és igen, és bennünket jutalmaztak az első helyezettként. Köszönöm, és gratulálunk! Köszönöm szépen!